Vélhetően hirtelen keringés megállás következtében egy autós kerékpárost elütött, villanyoszlopnak ütközött, az autó kigyulladt, az autóban három fő utazott, abból egy sérült van. Éppen a baleseti szituációt vázolja a Vöröskereszt egyik szakembere egy apukának és a fiának, akik részt vettek a közlekedés biztonsági napon szombaton. Miután a sofőrt kivették az autóból segítsége, a kerékpáros ellátása következett. Adj akarom! Érte? Nagyon fáj! Rendben. Az első segélyfelszerelést kellene hozni a kocsiból. Jó? Az újraélesztés fogásait aztán a kisfiú is kipróbálta. Ez is része a helyes közlekedésre nevelésnek. Hogyha egy pozitív példa van a gyerek előtt, tehát a szülő, amikor beül és automatikusan kapcsolja a biztonságjövet, akkor a gyerek nem fogja kérdezni, hogy miért, hanem ő is nyúl majd az övért, beköti magát, és lehet, hogy ez meg fogja menteni majd az életét. Ha azt látja, hogy a szülő normálisan sebességhatárokat betartva közlekedik, használja az irányjelzőt, akkor természetessé válik neki is az, hogy neki is be kell tartani ezeket a szabályokat. A biztonságos autós közlekedés sok összetevőből áll, ezért akár a tolatva szlalomozást is kipróbálhatták a szülők. A gyerekek pedig a biztonságos kerékpározást gyakorolhatták egy ügyességi pályán, hiszen nem csak a szülők tudnak jó példát mutatni, a nagyobb gyerek is taníthatja a kistesóját. Hogyha majd lesz ilyen sebességváltós biciklije, akkor ne, amikor áll, ne akkor váltsa át a sebességet. Meg hogy ne menjen olyan gyorsan, mert elcsúszhat a kavicsokon, mert egyszered is csúszott, de én is elcsúsztam közben, de ezeket szeretném neki megtanítani. Ez az egyik legfontosabb, de emellett számos más veszélyes szituációval találkoznak nap mint nap a rendőrök. Kerékpárosoknál általában kanyarodási szabályok szoktak problémát okozni, amikor balra nagyívbe valamilyen jármű elébe kanyarodnak. Az elsőbségi szabályok szoktak még fontosak lenni, hiszen behajtanak a kereszteződésbe, meggondolatlanul, gondolván, hogy ő jobbra kisívbe kanyarodik, mindegy, hogy jön az autó balról vagy nem, ő el fog majd mellette férni, ez nem mindig sikerül. És egy nyilvánvalóan sláger téma az, amikor a kivilágítatlan kerékpáros nem látható az úton. Székely Tihamér hozzátette, ez utóbbiból egyre kevesebb van. Úgy tapasztalják, kezd beérni az elmúlt évek kampánya. A közlekedés biztonsági nap egyben verseny is volt, a legügyesebb család a döntőbe kerülhet, amelyet idén Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye rendez majd.